A korábban gyógyszerkutatóként dolgozó, már a nyugdíjas Gyurán János a múlt héten kirobbant botrányt követően állt a nyilvánosság elé Kis Lászlót terhelő további ügyekkel. A kisvárdai férfi miután megtudta, hogy a volt szövetségi kapitányt 1961-ben csoportosan elkövetett nemi erőszak miatt ítélték el, elérkezettnek látta az időt, hogy nyilvánosságra hozza saját tapasztalatait. Csikány Csilla, aki szintén egy nagyon híres magyar hátúszónak volt a lánya, ő is ott úszott nála, és akkor azt mondta, hogy amit neki adnak vitamint, azt nem köpte ki, illetve nem nyelte le, és nekem ideadta. Okay? És ebből kiderült, hogy ez egy szteroid, a nebulol. Ezt arra használják, hogyha valaki súlyos beteg, súlyos vesztesége van súlyban, hogy az helyre jöjjön. Ezt erre használják. Tehát ez egy szteroid, ez kétségtelen. Gyurán János arról is beszélt, hogy Kis László, aki akkoriban a Spartacus vezetőedzője volt, amellett, hogy vitaminnak álcázott szteroidot adott a gyerekeknek, folyamatosan verte is őket. Mit tehette volna még? Bementem az elnökhöz, és azt mondtam, hogy ezért, mert ez történik, minden tisztán elmondtam, okay? Megmondtam a drogozást, a verést, és minden, hogy ezért elviszem a lányomat. Gyurán elmondta, mivel a klub vezetője nem tett semmilyen lépést a helyzet kivizsgálására, egy másik egyesülethez vitte a lányát, ezért másfél évre eltiltották a fiatal úszót a versenysporttól. A család ezt követően Kanadába költözött, Gyurán János azt mondta, a kirobbant botrány miatt most látta elérkezettnek, hogy a szélesebb nyilvánosság is foglalkozzon az ügyekkel. A vádakkal kapcsolatban szerettük volna megkérdezni a Magyar Úszószövetség álláspontját, ám weboldaluk nem elérhető, a tudakozótól kapott számokon pedig nem tudtuk őket elérni.